estét kívánok, köszöntöm nézőinket, a palettát látják. Léleképítő élményben lehetett része mindazoknak, akik ellátogattak a Várpalotai Bányász Fúvós Zenekar karácsonyi koncertjére, a Jó Szerencsét Művelődési Központ színház termébe. Az est felvezetőjeként Talabér Márta polgármester, valamint Eirenhof Attila, a Rákóczi telepi baráti kör elnöke mondott köszöntő beszédet. A műsor részeként közreműködött a Várpalotai Bányász Kórus. Thank you.
Jó nézni a zenekar, tele van fiatalokkal, és köztük vannak néhányan a régiekből is. Mindig tudtam, hogy csak idő kérdése, hogy a bányászati múltunk újból tiszteletteljesen élre kerüljön. Ennek egyik megjelenési formája ez a mai gálaműsor is. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, összefogásra, váltásra volt szükség. Megtörtént, és ami a lényeg, sikeresen. Párkodatai szénbányászat már múlt, ha tudomásul veszük, ha nem, de a nyomai bennünk maradtak. Ma már a volt bányászaink is láthatják, hogyha munkahelyet nem is ad már a bánya, de a hagyományőrzés megőrzésével ismét tiszteletet vívtunk ki a környezetünkbe. Több civil egyesület munkájának az eredménye ez. A bányász hagyományok ápolásáért egyesület, a bányász nyugdíjas klub és szakszervezet, a Rákóczi telepi baráti kör egyesület, valamint a Rákóczi telepi tagiskola, akik otthont adtak a hagyományőrzésnek, a bányász kórus és a bányász kultúrzenekar most egy hangból muzsikál. Ehhez nagyban hozzájárult Várpalota város önkormányzata és a Turibál Kft. Remek szervező csapata is. Nem is gondolnánk sokan, hogy ehhez mennyi kompromisszumra volt szükség. A pesszimizmus átvált a optimizmussá. Ma már jó barátokként találkozunk nap mint nap a rendezvényeiken, kibővülve a fiatalok részvételével. Nézzük meg csak a bányászkodó zenekart. Tele vannak fiatalokkal, akik nem csak azért vesznek részt a közös zenélésben, hanem élvezik is ezt. És ez a lényeg. Ebben a zenekarban láthatjuk a generációváltást is. Nézzük csak a Meister család jelenlévő zenészeket. Köszöntöm őket is. Más is változott a zenekarban, el kell ismernünk. Műsorkínálatunkban a mai zenei világot is behozták, és ez így van jól. Nagyon jól megfér egymás mellett a hagyományos fúvó zene és a mai modern zenei világ, és ezt az előző gálaműsorok is már igazolták. Biztosíthatom önöket, ez most is így lesz. A Rákóczi telepi baráti kör megalakulásának kezdete óta élvezi a bányász fúvó zenekar támogatását, és ez fordítva is így van, sokat énekeltünk együtt a bányász mínuszt, ami az ő hangszereiből szól a legszebben, persze hozzátéve az együtt éneklést, és ez így legyen ma is. Ez az örömzene, amit ők most szolgáltatnak, egy felépítmény csúcsa, melynek alapja az 1929-ben megalapult együttes, és Csermák József karmester tamburbotjának indítása volt. Egy kis emlékeztető a zenekar alapítóinak nevével. Mosai András, Csősz János, a Ferenc, Hajdú Pál, Kánya Vilmos, Katzenberger Ferenc, Katzenberger György, Kozin Rudolf, Lenc János, Meister József, Németh József, Sőlig József, Stámusz Pál, Stenbauer János, Szurek Károly, Wagner János. Egy régi zenekar újjászületett, és mi ennek lehetünk ma is tanulja. 1929 a megalakulás éve volt. 1931 fordulópont a zenekar életében, sorra feloszlatták a katonazenekarokat, és sok zenész állás nélkül maradt. Egy példa erre a szokott helyről Várpalotára jött. Rupp Gyula részhúvós és printegen is volt. Tisza karmester örült a jelenkezőknek. Felkeresték a bányagondokot, Blazsek urat, mint a zenekar fenntartó jó szerencsét olvasókör elnökét, és kérték felvételét. A bányagondok gondoskodott megfelelő munkahelyről, és így tisztességes keresetet is eljárt. Nyugdíjáig az elfogadott munkakörben dolgozhatott. A történetet Petrovics László könyvéből idézte. 2015-ben pedig egy megújulás tanulmányt lehetünk. Kedves zenész barátaim, azt kívánom, hogy úgy zenéljetek nekünk, hogy benne legyen a hagyományos bányász hangulat, és benne legyen a ti mai örök zenétek is.
Thank you.
hagyta. Adásunk további részében Kopcsik Lajos, Oscar és Venice díjas cukrász mindennapjába pillanthatunk be a róla készült portréfilmben. Műsorainkat a YouTube-on, a Várpalota Hírcentrum TV csatornán, illetve a Facebook Hírcentrum Várpalota oldalán is megtekinthetik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!